Sziasztok! Láthatjátok, hogy ontjuk magunkból a jobbnál jobb felzabáltuk sorozatokat. Hát van, amelyik nagyobb sikert arat, valamelyik kevésbé nagyot, de felzabáltuk. Van, volt és lesz. Úgyhogy most azt találtuk ki, hogy ezen a nyáron felfedezzük azokat a helyeket, ahol szerintünk a legjobb lángosok készülnek. Az első hely, ahova megérkeztünk, az nem más, mint a retro lángos. Nem volt a belvárosi közönségnek megadva az a lehetőség, hogy éjszaka egy buli után beugorjon egy jó sajtos tejfölösért. Ugye a piacok azok reggel 5-kor, 6-kor már nyitva vannak, de délben már zárva vannak. Úgyhogy megpróbálta a barátom Sóti Ádám ezt az ötletet megvalósítani. Ez még 11 évvel ezelőtt történt. A név az onnan jött, hogy megpróbáltuk visszaidézni a gyerekkorunknak azt az idilli hangulatát, amikor meghívtak minket egy jó sajtos tejfölös lángosra a Balaton partján. A mi tésztáink az alapvetően elég egyszerű, nem keverünk hozzá semmilyen kefirtet, okurtot, tejterméket, hanem a legalapabb összetevőket használjuk. A kulcs igazából az odafigyelés, ahogy a kelesztési fázisokat csináljuk. Víz, só, cukor, liszt, élesztő. A választék az elég szélesre sikerült, lényegében 40-féle kombinációban állítottunk össze. Ebben vannak az alaplángosok, amikor a feltéteket a tetejére rakjuk, ahogy szoktuk, illetve a töltött lángos, amikor a tésztába már előre belesütjük a sajtot, a békönt, a zöldségeket, és akkor az úgy átsül. Emellett van néhány édes lángos is. A vendégek annyiszor kérték ezt a laktózmentes, vegán, gluténmentes lehetőséget, hogy vettük a kihívást és nekiálltunk, úgyhogy kifejlesztettük a gluténmentes lángosunkat, ami nagyon nagy siker. Jó magam is amúgy gluténérzékeny vagyok, úgyhogy én is jól jártam vele. Itt vagyok azon a helyen, ahol a lángos elnyeri a végső formáját. A dagasztás és a gombócozás az nem itt zajlik, hanem a benti konyhában. Tehát ide már kis gomb formájában, gombóc formájában érkezik meg a lángos. Itt nyújtják ki, kerül bele az olajba, és hát a feltét is itt kerül rá. Itt nem csak sajt és tejföl van, hanem azért van bőven választék, úgyhogy aki szeretne egy kicsit extrább lángost választani, az is jöjjön ide feltétlenül. Na hát, bár nyújtottam lángos, de ilyen profi lángosozóba még nem, úgyhogy most újabb dolgot húzhatok ki a bakancslistáról, és hát egy olyan tésztával dolgozhatok, amit nem én kevertem be. Kaptam egy gyors talpalót, nézzük, hogy most hogy fog sikerülni, először is olaj a kézre. Meglátjuk, milyen lesz. Nem biztos, hogy olyan, mint az övéki, akik már ezret csináltak legalább. Szerintem ez is elkészült, igen, csodálatos, és azért nem is lett olyan rossz így elsőre. Na akkor a lángost, amit elkészítettem, azt most meg is pakolom egy kis feltéttel. Most nem hiszem, túlzásba kezdtek egy klasszik sajtos tejfölös lángossal mondjuk, természetesen jó sok fokhagymával. Az a szerencse, hogy most én pakolom föl magamnak, és annyit teszek rá, amennyit csak akarok. Na jó, egy pici békön azért nem rontja el. El is készültem, irány kóstolni. Az olvasataimban a lángos kultúra az az 50-es években kezdett el kibontakozni. Nem tudom, hogy akkor milyen lángost sütöttek, de azt, hogy most 2022-ben itt a retro lángosnál milyen lángost kaphat az ember, azt mindjárt megtudom. Azért azt már többször láthattátok, hogy én nem vagyok egy válogatós gyerek, elég sok mindent elbír a gyomrom. Amit nem bírok elviselni a lángosban, az az, amikor így összenyomjuk és folyik belőle az olaj. És nem tudom egyébként, hogy mitől van, de ez a tészta, ez nem olyan, ez tényleg olyan szinte, mintha nem is olajban sült volna. Mivel a lángos elég laktató, és azért még egy párat meg kell kóstoljak, és közben ide toltak elém egy másikat, úgyhogy ha megengeditek, akkor ezt én most félreteszem, és magam elé húzom ezt a kecskesajtos verziót, aminek ugye az a különlegessége, hogy a sajtos tejfölös alapon kívül még kecskesajt és újhagyma került rá, tehát ugye megmaradt ez az alap standard lángos vonal, csak egy picit magasabb szintre emelték az újhagymával és a kecskesajttal.
végre egy kecskesolt, amit megbírok enni. Én azt nem szeretem a kecskesoltba, amikor beleharap az ember, és olyan, mint hogy egy ilyen istállót copogatna. Biztos, hogy ismeritek ezt az ízt, meg ezt az érzést. Ez a kecskesajt tényleg nem olyan, nem bántó ez az erős kecske íz benne, hanem nagyon krémes és nagyon-nagyon ízletes. Hát az evésben és a beszédben igazán meg tud szomjazni az ember, és meleg is van, úgyhogy én most iszom egy kortyot. Hoppá! Úgy látom, amíg elmentem magamnak sörére, addig ide repült egy újabb lángos, úgyhogy most ezt is megkóstolom. Azt gondolom, hogy minden nemzetnek megvan a maga lángosa, most ezt értsétek jól, nyilván lángos az csak egy van, az igazi ungaréze lángos. Ugye az olaszoknál van a panzerotti, ami egy ilyen pizzatészta, és bele van töltve a töltelék, és úgy van kisütve. Igazából ez szerintem egy panzerottinak is elmenne, hogyha megfognám, félbehajtanám, és úgy sütöttem volna ki, de ez most nem az, hanem egy ilyen olaszos feltéttel megáldott lángos. Ugye van rajta sonka, friss rukkola, mozzarella sajt, nincs más hátra, mint hogy megkóstoljam. Valamiért eddig mindig óckodtam az ilyen kicsit extrább lángosoktól. Nekem a lángos a sajtos tejfölös volt, sőt, még durvábbat mondok, Barack-lekváros. Kóstoljátok meg. De most ettől annyira kedvet kaptam ettől az extra feltéttől, hogy el is megyek és megkóstolok egy igazán, igazán brutális feltéttel megáldott lángost. El is készült a görög lángos, és már a brutál húsos töltött lángos is várja, hogy megkóstolja. Én most a göröggel kezdek. Nyilván olyan nagy meglepetés ugye nem érhetett, hisz a tészta az ugyanaz, mint az előző háromé. És igazából egy görög salátát tálaltak még rá. Megmondom őszintén, hogy ha legközelebb eljövök ide, biztos, hogy nem ezt fogom kérni, nem azért, mert rossz, de én nekem a görög saláta inkább gyrosz mellé, frissen sült húsok mellé passzol, és nem a lángoson rajta, de egyébként nem rossz, tehát hogy biztos, hogy van, akinek ez lesz a befutó. Én inkább megnézem, hogy milyen a brutálisan húsos. Láthatjátok ti is, hogy a név az valóban helytálló, hát ez tényleg bitang meg van töltve hússal, kis jalapeño paprikával. Úgyhogy nem is szellőztettem tovább a számot, muszáj vagyok megkóstolni. Nagyon kedvesen kést és villát is kaptam emellé a lángos mellé, ami abszolút indokolt, hiszen olyan mennyiségű hús töltelék van benne, ami egy önálló főételként megállná a helyét. Ha őszinte akarok lenni, akkor nekem ez a lángos ízlett eddig a legjobban. Azt hiszem, lángosból erre a napra elég volt, azért ezt én még befejezem. Hogyha a közeljövőben felteszi valaki azt a kérdést, hogy mit kérek enni, akkor nem a lángost fogom választani, mert annyira finomak voltak, hogy úgy bekajáltam belőlük, hogy most egy picit pihennem kell. Ez volt az első része ennek a Felzabáltuk sorozatnak, hamarosan jön a második rész. Ha tetszett a videó, akkor feltétlenül iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán. Találkozunk még, sziasztok! A videót a Soproni Óvatos Duhaj család támogatta.